Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna 7 Days to Die sorozatának egy újabb része, és ebben az ilyen kis külön kiadásunkban itt lesz velem Öcsi, akit egyébként a Raftból már ismerhettek. 4,4 kilométerre abba az irányba, mint ahogy láthatjátok. Hát, hogy nem itt mellettünk. Ah, Jesus Christ. Hát ez igen szívás lesz, Öcsi. Igen, nekem is van egy ilyen érzésem. Talán az lenne a legegyszerűbb, ha meghalnál, és akkor talán közelebb kerülsz. Ha lenne bármilyen másik járművem, akkor oda tudnék menni, de csak biciklim van. Ja, nem tudom, mit csináljunk. Én látom, hogy merre induljak el. Sok az a kilométer, amit nekem meg kell tennem, ahogy nézem, igen. Eléggé sok, igen. Gyaloglok feléd. A 4,3 kilométer, ez rengeteg. Nem fogsz ideérni vörös éjszaka előtt. Na, idegeskedj. Mindjárt keresünk itt valami járművet. Eléd megyek. És hát a járművet nem fogsz találni, mert működő járművek nincsenek csak így elhelyezve. De eléd szomorú megyek, és majd nem tudom, megpróbálok segíteni, hogy túlélj addig, míg eljutsz ide hozzám. Szóval alapvetőleg, srácok, úgy néz ki ez a rész, meg talán a következő, még nem döntöttük el, hogy hány rész lesz ez így, de megmutatom Öcsinek, hogy milyen is ez a játék, de nem úgy, hogy elkezdjük így rögtön az elejétől, hanem lesz egy ilyen egy-két ilyen részünk, hogy milyen is a Seven Days to Die, vagy valami hasonló címmel eldöntve. De sajnálatos módon, hogyha be is invitálom a játékba, akkor is, mint ahogy látjátok, lehelyeztek kilométerekre tőlünk. Hát, vagy... Na, szóval Ati, mondjad. Van egy olyan problémám, hogy kibaszott magas a pingem. Magas a pinged? Igen, olyan nagyon. 25-öket ír nálam, meg 40. Biztos, hogy a ping a probléma? Itt mindjárt nézzük a dolgot. Ha... nem tudom, mondjuk, hogyha akad az... mit akarok mondani? Arra még nem jártam. Szóval elméletileg annyi lehet még a probléma, hogy nem töltötte be még azt a helyet. Jesus Christ. Most versenyzünk az idővel, igen rendesen, mert a vörös éjszaka, ha beindul, akkor halál van. Na, úgyis ki akartam próbálni, milyen egy halál. Lesz rá lehetőséged. Van ilyen érzésem. Úgy akartam elkezdeni ezt a részt egyébként, hogy leülünk, megmutatom, hogy milyen egy küldetés, ölünk pár zombit, körbe mászkálunk, mutogatom, miket tudsz készíteni. Aztán egy vörös éjszaka, együtt megvédjük a bázisunkat, meg ilyenek, vagy hát a bázisomat. Helyette az lesz, hogy a félvilágot átutazom. Hogy valahogy megpróbáljalak eljuttatni hozzám. Ez tök normális. Várjál, nem tudok készíteni még egy biciklit? Ah, nem tudok készíteni még egy biciklit. Ja, igen, ezt küldetésből kaptam, ezt a biciklit. Sokkal egyszerűbb dolgunk lenne egyébként, hogyha meg lenne a kocsim. Itt általánosságban szokott tudod lenni az, hogyha van jogosítványa az embernek, meg kocsi, akkor útközben egyszerűbb. Szedek gyapotot. Micsoda? Útközben gyapotot szedek. Azt szedjed. Abból tudsz készíteni páncélt, azt hiszem. Lehet, hogy abból pont nem, de ruhát biztos. Egyébként nagyon egyszerűen nem tudod, hogy mit tudsz belőle készíteni. Akkor rányomsz az itemre, és ott van egy recipes. És akkor megmutatja rögtön, hogy miket tudsz abból az itemből készíteni, hogy mihez kell. Ezt egyébként szerintem elég sok játékhoz berakhatnák, mert ez nagyon sokat segít szerintem. Még a mai napig én is egy csomó ilyen nyersanyagot nem tudok itemekhez. Itt csak szimplán tudom, hogy mondjuk mit tudom én kell kő hozzá, rányomok, és akkor megnézem, hogy oké, akkor mi kell még hozzá. Valahol egy motor. Micsoda? Egy motor van nálam, segít valamit? Egy motor? Igen, engineer. Halálkoboly. Vagy engine. Ja, hogy úgy egy motor. Ja, hát ez teljesen jó, az kell mindenféle járműhöz. Itt egy zombi, meg egy boot. Kalapacsa, lehet zombit ölni? Meg tudod ölni, el fog tartani egy darabig. Hát most kipróbálom. Jó, hajrá! Hát már mint hogyha be tudnék másni a kerítésen, de... Alapvetőleg egyébként meg is dögölhetsz neki, hát a közelebb rak le az otthonunkhoz. Megvárom, akkor nem megyek közelebb. Addig így gyűjtegetek itt tojásokat, meg mindent már hadna a játék.
Nem, hogy én ezt most nem bírom fölvenni. Ezt most megvárom. Mit vársz meg? A zombit, ahogy kinyír? Nem, nem. A zombit, ahogy próbálja átküzdeni magát itt a dolgokon. Hát, Ati, ez... Halljak már meg az Isten átkát. Na, csak meghaltam. Igaz, ez a zombi. Hát hülye. Lássuk, hogy hova kerülsz. Remélem 88 kilométerre tudod. Ehhez közelebb. Pretty please. Az baj, itt nem is lehet olyat csinálni, mint a rázba, hogy lerakok egy ágyat neked. Ugyanoda kerültél vissza, érted? Ugyanoda. Jézusom. Nem baj, a bázis úgy sem még készen ahhoz, hogy... Egyébként valószínűleg az volt a probléma, igen, hogy nincs betöltve a map. Mert most így, hogy betöltött, nem látok FPS lagot, meg semmi. Ja, miatt meg, hogy azt nálam is csinálja az FPS lagot. A másik fajta lag lett volna nekem a fura, hogy az mitől van neked. Tehát amikor a pinged magas. Na, figyelj, hát akkor nem tudom, van valami magas épület ott a környékeden, hogy a vörös éjszakát ott éljük túl? Látok egy adótornyot. Nem tudom, hogy arra föl lehet-e menni, de azt megnézem. Föl tudunk, de szerintem azt széteszik. Ja, hogy tudnak enni ezek itt, izét? Szarrá vernek mindent. Ja, hogy itt ilyen problémák vannak. Ezek nagyon nem vagyok benne biztos, hogy felakadtam egy szöges drót. Látom, hogy fogyott az életed. Tehát, a szöges drót bánt. Igen. Hú, szereztem kukoritát. Nem lenne ilyen dimbes dombos az egész, akkor még tudnám használni is a biciklimet. Nem. Ez farkas vagy ló, aki ide leszorult? Ójjaj. A játéknak a többi, további problémája az, hogy egyre több bajot láttam benne, mint... Mit csinálsz? Hát ez valami démon ló. Én be vagyok hozzá. Démon engedj ló. Be. Engedj be. Szétverem az ajtót. Kinyírja szerintem egy farkas. De nem farkas, ez lónak néz ki. Ló? Hát... Aha. Elképzelésem nincs. Ez most gond. Igen. Ez most gond. Menj vissza. Azaz, ez farkas lesz, mert ordibál. Nem baj, én a tető vagyok, megvárom, hogy fejjel értem. Holati, meg lesz a második halál. Nézd meg, még mindig 2,2 kilométerre vagyok tőled. Pedig már megyek egy ideje. Nem jutunk vissza a vörös éjszak mellett. Biztos vagyok, na, hogy nem. Most van rajtam 3 vagy 4 zombi alatt, egy farkas. Dörög az ég. Én tökre nem így képzeltem el ezt a videót. Én tökre nem így. Szóval, aki engem bántani fog itt a vihar? A vörös éjszaka? Hogy ez a vörös éjszaka jön? Ja, ez a vörös éjszakának az ilyen bejelentő hangjai. Jelen pillanatban itt nagy a gond. De... Nem én innen mentem. Amúgy se élte volna túl a bázisunk a 32 darab zombit. Szerintem még nem áll készen. Majd az elektronika berakása után. A második vörös éjszakánk az most érdekesen fog kezdődni. Én futok. Ez ami itt jön mögöttem, az nekem nem tetszik. Timbes dombos. De itt mi ugrál rám? De miért te hallod? Azt mondtad, egy békés nyugodt játék lesz. Már ha mellettem lennél. Hát de... Figyelj, 21 HP, megölöm a csirkét. Meg tudod ölni valami, a csirkét? Meg tudod ölni. Valami városban vagy, nem? Valami kis falucskába. Hát nem tudom, igen. Kosárpalánktól kezd, minden van. A város több meg az ilyen falukot... A város meg a faluk azokban több zombi van, mint a ló. Tehát így, hogyha egy kijössz belőle, akkor itt ilyen egy-egy mászkál össze-vissza, de amúgy nem vészes. Pláne ameddig csak sétálnak. Alapvetően, nagyon nem vörös éjszaka lenne, haza tudnálak hozni még éjszaka is, de hogy így. Srácok, a VIP tagunkat meg kell menteni, haza kell juttatni. Már nem vörös éjszaka alatt. Szerintem az esélytelen, hogy hazavigyelek vörös éjszaka alatt. Fölvettem a széket, azzal tudok harcolni? Nem. Készíts egy munkósbotot. Fával tudod elkészíteni.
Fám is nincs, mert meghaltam. Wooden Club. Hát szedd vissza a cuccodat. Na hát, ezzel pont előrébb lettem. Megint egy mondat zombi. Aj, még én is meg fogok halni, fogadjunk. Mi? Ezt én kutatom. Megharapott a zombi. Inkább futok, nem kutatok semmit. Itt kellett volna hagyjalak a picsába, azt a vörös éjszakát túlélni egyedül, aztán majd másik nap folytatni az egészet. Mindjárt vagyunk már. Már látom, 900 méter vagy. Igen. Olyan dimbes, dombos az egész, hogy fél napot átutaztam. Siva, Ati. Sima. Több is valami torony. De miért? Miért? Miért van mindenhol zombi? Azért, mert egy településem vagy. Már kijöttem. Itt mekkora gödör van. Nincs itt semmi keresni való. Figyelj, egy 6 darab zombi itt van rajta. Valami gödörből másztak ki. Én futok feléd. Remélem követnek végig. Tedd fel. Tedd fel a biciklit. A biciklit nem kéne itt hagyni, különben haza se jutok. De amúgy az a helyzet, a vörös éjszakát jobban túléljük a településen, valami magas épületre felmegyünk, aztán kész. Így viszont elég nehéz lesz. Nem kellett volna valami fegyvert neked is. Úristen, lőszerem is. Mindjárt lesz fám, és akkor csinálok bunkorbotot. Ezt csinálj, az jó van lesz. Van három fám. De egyébként mindig annyi zombi van rajtam, hogy az borzasztó gondolító. Ne csinálj, mert így mindjárt visz... Basz. Lezuhantam és eltörtem a lábam, öcsi. Ennél már nem is lehetne rosszabb. Fogadunk? Még mindig jön rajtam, ha a zombi, és mindjárt ott vagyok. Készítek ide magamnak egy ágyat, mert szerintem meg fogok halni. Eddig csak egyszer haltam meg ezen a mappon. Tívesen. De azt hiszem ez így. Jó, oké. Hol vannak a kis bukrocskák, ott van nekem fát? Itt vagy valahol előttem. Hát kutatom. Majd fáj, nem baj. Hol nekünk kell tojás? Meg na, itt vagy előtted. Igen, kell tojás. Nézd csak, tessék, kapsz egy ilyet. Egy baseball ütő. És most irány vissza a város, de amúgy gyakorolj ezen a zombin itt. De furán megy. De, és honnan tudom, hogy mennyi életem van a zombinak? Meg fogok halni. Hát nem üssön meg. Á, de megölt. De ügyes volt. Nagyon jó, most vissza a városba. Hol talált? Hol volt a város? Ó, arra. Van másfél óránk valami biztos helyre kerülni. Oh, és 12 HP van az gond. Gyere csak ide. Bedroll, azt mondja, hogy csináljak bedrollt. Tessék, itt nézd csak. Ezt vedd föl. Agy. Ezt nyomd el, visszamegy az életed 100-ra. Halálra ítéltem magam. Biztos vagyok benne, hogy meg fogok halni. Hál' Istennek, reménykedem is benne. Én itt tudtam addig a cotton candy-ket. Hú, ez a lábtörés, ez nagyon nem kellett volna. Hogy lehet ennyire balszerencsés a dolog? Hol van a város? Nem tudom, mert azért majd ideje jövök. De valahogy ebbe az irányba. Itt volt valami gödör, ahol volt egy pár zombi. Na, lövöldözni légy éves, mert ide fognak jönni a zombik. Annyira nem vészes. Gödör. Talán egy gödör is. Igen, van. Hát én honnan tudom, hogy meghalt a zombi? Tudod, hogy mennyi élete van? Jobb oldat alul írja azt, hogy XP, de amúgy nem tudod. Van ilyen, hogy ki tudod iratni azt, hogy... Tehát ezt móddal meg lehet csinálni, hogy kiírja, hogy mennyi élete van. De hát alapvetőleg szerintem valósabb, hogyha... De nem tudod. Hogy oda kell figyelned, hogyha földre kerül, még akkor is, hogy... meghalt vagy sem? Várj, tudok nézni mappot? Hogy aha, nyomj egy M betűt. Van még 45 percünk, ez tuti halál lesz. Azt a írja nekem, hogy csak egyenesen itt van előttünk a vizé. Már csak még kicsit messze. Oké, keres valami nagyobb épületet ott. Figyelj, itt balra mellettünk nem messze van valami gödörszerű, itt van. Jó, próbáljuk ki azt. Itt nem tudom, hogy túléljük-e, de itt van egy pár zombi, azt tudom. Jó, ez talán nem olyan vészes. Szerzek egy kis fát.
városba jó, most hát nem jutok el. Jó, hát nekem pont fájni fog. Hol vagytok, mobok? Próbáld lecsapkodni őket. Csak a hangjukat hallom. Mi csinál? Ati, van valami shotgun, nem tudom, mi is oda mesél. De te nem állsz már föl. Mit csinálsz? Menj innen el fel a dolgodra. Menj a dolgodra. Menj már innen. Ati, megy felé, de zombi. Jajjön. Ez volt vicces. De menj le! Mit csinálsz? Belém harapott. Ja, erre a gödörre gondoltál. Az nem rossz hely, ahol vagy. Itt kaptam valami XP-t, az meg eltört a kezem. 10 percig. Ez jól hangzik, nekem másfél órán keresztül törött lábam van. Na mit tudok csinálni? Hát igazából semmit. Van pánfíberem. Mire jó? Hogy tudom megnézni, okay, hogy mit tudok gondolni? Recipeszt. Ezt az ágyat lerakom valahol. Ó, csinálok kesztyűt. És megpróbálok visszaütni. A lapot. Ilyet is. Oké, okay, kezdődik a vörös éjszaka. Akkor végig egy picit légy tűves. Ez nem fog így menni, nehogy az itt. Gondoltam, hogy itt valami jön le. Hogy ez nagyon szívás lesz, szóval szerintem kezdj el ide figyelni, miközben elkezdek építkezni. Följebb kell jutnunk. Valami gond van. Itt nem csak ja. Valami gond van. Oké, okay, egy picit ütögesd őket. Nekem too much info. Öcsi, nézd, építettem egy feljáratot mögötted. Gyere föl. Hol mögötted? Fordulj meg, ilyen blokkok. Látom, itt ez. Ugrálj föl. Oké, gyere föl. Ahogy? Hopp, hogy valahol lehet. Hajrá, gyerünk. Aztán le ne essél, mert ezt most fel kell szednünk. Ahogy ne. Oké, és most megpróbáljuk itt túlélni. Oké, és akkor mit szedem fel a cuccokat magamra? Rányomsz, és akkor where, azt hiszem, mert én hol van. Cuccot leveszek. Igen, úgy. De amúgy van egy ilyen külön nézet, hogy fal oldalt felül megnézed, akkor van egy ilyen kis szokállas bácsi, és akkor ott rá tudsz nézni, hogy felvenni a dolgokat. Okay, reméljük, hogy itt kibírjuk. Ha felugrik valamelyik, akkor csapkodjad le ezerre. Itt hol fog felugrani? Itt nem tudom. Nem tudom, ezek micsoda? Alattunk nem tudják kiszedni a talajt? Ó, dehogy is nem, szét tudják verni. De szerintem elég erős ez a kőfal ahhoz, hogy ne tudják. Oda nézd, mennyien vannak. És te most hullibe azt hittek, hogy én ezt így lazán túlélem, úgyhogy a bázisodon vagyok. A bázisomon halálazán túlélnéd, mert beállsz egy pontra és csak ütögetned kell. Itt ez szívás, mert nem tudunk sok mindent kezdeni, csak várjuk, hogy túléljük. Tehát, hogy így reggel 4-ig túl kell élnünk. Éva. Egyelőre még, ha nem pedig szétaladtunk ezt a részt. Elkezdem aprítani őket. Hopp, azt a blokkot lőttem meg. Baj. Addig én itt ismerkedek a menüvel, jó? Jó, nézegesd. Szóljál, hogyha gond van. Sok minden nem tudok fel a kezdőn, azért szóljál. Ütögetni tudsz. Wow. Egyedül az a mázlink, tóljál. Hogy nincsenek ilyen nagyon különlegesebb zombik, csak ilyen izék. Megettem egy tojást, az gond. Ez lehet azért fertőz, vagy megmérgez. Önmagában tudod, hogy nyers tojás, de sokan vagytok. Jó, van lenn kutya is. Ez nagyon jól hangzik. Nekem tetszik a játék eddig. Ez egy jó játék. Csak nem úgy, hogy az első nap vörös éjszaka van és 5 kilométerre vagy a haverattól. Én nem tudom, hogy lehet. Jó, hogy ezt így csinálom. Csak akkor ebben tudod csinálni bandást. Istenem, ilyen kezdést. Csodálom, hogyha ezt túléljük amúgy. Csináltam egy bandást. Az jó, ez csak a vérzést állítja el, életet nem ad vissza. Hát... Az se rossz egyébként, mert legalább nem vérzel el. Az is valami. Molotov gránátot is lehet csinálni. Micsodát?
Molotov gránát. Molotov koktél, nem? Ugyanaz. Gránát koktél. Van ilyen treasure mappem is. Ezt most találtam, hogy jöttem ide hozzád. Van izé sniperem is. Ez a játék még mindig hangos. Hát ez igen, azt én is lejjebb vettem, mert hozzád képest nem hallottam. Most azt kell, hogy mondjam. Hogy hiába veszem fel a hangot, fogtam. Nem is éri meg lőni őket, de mindegy, ameddig lem vannak, addig jó. Hú, srácok, ezt nagyon közel hoztuk össze. Golden Jewel, Bedroll, Bone Knight. Csak csontot. Hogy monsternek csontot? Csontot? Hát igazából minden, amit megdöglik, az be tudod darálni csontá. Ki jöjj a zombikat? A zombik valahogy nem adnak csontot. De rothadt húst se. Régebben adtak. Csak valamiért a készítők úgy gondolták, hogy túl sokat kapsz belőlük. Mennyiben mindent már csinálni ebben? Hány sokat? Túl öltöd még addig? Jó, persze. Nem, ahogy nézem, nem jutnak fel ide, egyszerűen túl sok nekik ez a kőcuc. Annyi a mázlink egyébként, hogy még nem annyira kemény a vörös éjszaka. Tehát ez még csak a második vagy harmadik. Úgy de kapta. És ha most leugrok közeljük, az kb. Is tett halál. Ó, hát ez... Igen. Ez nagyjából annyi. Túléled, ameddig rád futnak. Igen, igen. Kodatom. És hogy én kapok XP-t azzal, hogy mit érek? Majd szintet lépsz, és akkor tudod fejleszteni a karakteredet. Van egy csomó fejlesztés. Kár, hogy nincs gránátom itt. Ó, még 3 óra, és meg is vagyunk. Nagyon jó. Hogy futott a zombi? Jó, hello. Na, csúnya. Eridjél onnan lefele. Lejjebb ütöttem ott azt a blokkot, nem tudnak most már felugrani. De amúgy mocskok, mert fogják, és rámásznak egymás tetejére. Igen. Lát, és fel tudnak mászni. Igen. Nem minden úgy megy, hogy annak kell. Hú, az jó gerinces volt. Ez a törött láb. Ha valamit utálok, az a törött láb. Nekem még mindig 4 percig törött erőt. Nekem 1 óra 35 perc a törött lábam. És addig nem futhatok, mert különben sérül a lábam tovább. Azért 1 óra 35 perc még. De vagyunk nagy pecs. Honnan tudok, hogy tudom, hogy fejlődtünk? Hol itt van a pánytalé? Mennyire vagy kajás? Azt hol látod? Alul van, ilyen zöldség. Kidőtötte a fát? Az simán lehet. Le tudnak bontani mindent. Menj már! Mekkora tudni volt? Na figyelj, mert hogyha föld alatt van a bázisod, akkor leásnak a föld alá. Mekkora? Undorítóak. Na figyelj, eldobok neked 3/4 van. Ne dobjél nekem semmit, te. Mondtam, hogy ne dobj, ha lemelhessék. Itt van előtted. Nem olyan nagy baj. Nézd, ott oda leesett. Jó, nem baj, majd fölvesszük. Annyira nem lényeg. Úristen, mennyi zombi van itt. Le ne essél. Az csak a fele, a másik fele szerintem itt van. Oké, és figyelj, én csak állok, jó? Tehát én menüt nézek folyamatosan csak. Jó, nézegest. Azzal nem tudok hibázni, semmivel se ért. Még van 2 óra. Csak idd meg azt az innivalót, amit adtam. Figyelj, szóval. Idővel. Ennek a résznek lehetne az is a címe, hogy Attila megy megmenteni haverját vörös éjszaka alatt. Bányásszunk addig, van egyetlen. Addig bányásszuk ki ezt. Én is ütöm. Ja, nem hiszem, hogy van értelme. Ezzel nem sokat viszel. Ugye ez össze fog dőlni valamennyire. Hogy ne. Valami szemem a 10-es, 12-es, az micsoda? Micsoda? A staminám fölött van valami szem. Azt gondolom azt, hogy mennyire látnak. Ja, igen. Itt nem számít, mert a vörös éjszak alatt pontosan tudják, hogy hol vagy. Ezt
megittem. Na jó. Ez főképp csak innivaló, de legalább kevésbé fogy majd az éjség szinted. Jó, most lett egy üreg sugargam. Mindjárt vége van itt az éjszakának, és akkor elfutnak a zombik is? 2 óra múlva? Nem. Csak nem fognak futni. Illetve nem jönnek újak, mert ha most kinyírjuk őket, akkor addig jönnek, ameddig ki nem fogynak. Oh. Szóval vannak, vagy nem tudom, 80-an vagy 100-an összesen, de csak 32 van jelenleg betöltve. Onnan tudom, mert úgy van, hogy játékosonként 16 darab zombi van. És mivel ketten vagyunk egy helyen, így 32 darab zombi van körülöttünk jelenleg. Tudlózok. Eddig nézem, mindiket lehet kraftolni itt. Aztán venni ruhát is lehet. Jaj, elég sok minden van a játékban. Oh, na jó, megvárjuk ezt. És már nem vizélek. Kukorizmod az azért, hogy talán még haza is kell mennünk. Van ilyen. Szétszedik a gáztartályt? Az robbanni fog? Mindent szétvernek, nem tudom, hogy fel fog robbanni viszont. Bár robbanna, azt tök megnézném. Na figyelj, belelőletek egy-kettőt. De szerintem nem fog felrobbanni. A kocsik viszont felrobbannak, ha szétverik. Nem, nem lövök bele többet, szerintem nem fog szétrobbanni. Tegyük akciódósabban. Azt hittem, hogy lehet tudni aludni legalább, hogy végignézem, ahogy jöjjön a közbe. Tök feleslegesen basztalom a tizelá egy ágyat. Lementem kilútolni az alattunk lévő dobozt. Bátorkodtam megtenni. Nem, az az ágy nem felesleges amúgy, mert ha meghalsz, legalább itt élhetsz újra. Na, van még 20 percünk. Vagy hát így játékidő szerint, aztán utána vége van. Ez a treasure map, az nem itt van. Azt akkor egy ideig nem fogjuk megcsinálni. Shroud map. Így. Viszont tök szép, hogy az ég így piros. Jó, jó pofa. Na mindjárt föl kell a nap, aztán végeztünk. Túléltük ezt a vörös éjszakát, el se hiszem. Na, mostantól már csak sétálnak. Nem mindegyik, lehet, hogy van még köztük futós, de javarészt. Én felszettem itt az ágyat, jó? Jó, hozzad. Csak ne hajj meg, mert különben ki tudja, hova kerülsz. Én le sem vagyok oda, hát hülye vagy. Hát figyelj, valahogy el kell indulnunk. Igazából az lenne a legegyszerűbb, hogyha elmennénk innen. Nem foglalkozva velük. Na, akkor figyelj, ti mi a taktics? Ugrálgass le valahova, csak ne nagyon magasról, valahogy próbálj így lassacskán. Erre futok. Jó. Ne tolcs újra. Oké, én távoztam. Törött láb, de szeretlek. És biciklivel. Biciklivel is törött a láb. Nem baj, de gyorsabban megyek simán. Na gyere öcsi, push! Kocogj utánam. Te nem is kisvárosba kerültél, most látom ott a háttérbe. Ez baromi nagyváros, ahova kerültél. Persze, hogy egy csomó zombi volt. Mondom, bakker, hát hogy annyian jöttek rám, mintha muszáj lenne. Egyenesen Northwest irányba kell menni, NW irányba. Dustin. Tögetem addig a dolgokat, mondjuk akkor gyorsabban fogy a staminám, most látom, jó, akkor jó. Nem tögetem a dolgokat. Na, szóval srácok, ennyi ez a külön kiadásunk első része. A második rész majd valamikor később jön, de nem akarom egy nagy hosszú videó, hanem 2 különben akkor lesz. Ha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot, és sziasztok!